Először is tisztázzunk egy fogalmat. Mi a filozófia? A közértelemben vett filozófia egy az átlag embertől nagyon messzire értelmiségi elefántcsontornyokban végzett, köldöknézős kötszurkálás. De ha a filozófiát vissza akarjuk vezetni az eredeti értelmébe, akkor mi is a filozófia? A filozófia az élet létrejöttéről és az élet okairól való gondolkodás. A filozófia az ember a természetben és a világegyetemben betöltött helyéről való gondolkodás. A filozófia az emberi történelem folyásáról való gondolkodás. A filozófia a tudás és a megismerés eszközeiről való gondolkodás. A filozófia az általunk beszélt nyelvről, a körülöttünk lévő szépségről, az ember által létrehozott művészetekről való gondolkodás. A filozófia az isteni és a transzcendentális kérdésekről való közös gondolkodás. A filozófia a cselekedeteink jó vagy rossz miben létéről való gondolkodás. A filozófia a társadalmaink által létrehozott jogi és politikai normákról való gondolkodás. Vagyis... Röviden fogalmazva, a filozófia az maga a gondolkodás. És úgy gondolom, hogy ez az a fogalom, amiből ma hiány szenvedünk. Nem azért, mert az emberek elhűltek és butábbak lettek, hanem azért, mert egyszerűen az emberek nem szakítanak erre elég időt. Nem szakítanak elég időt az emberek a gondolkodásra a 21. században, mert meg annyi dolog elvonja erről a figyelmüket. Elvonja a figyelmet a személyes érvényesülés vágya, elvonja a figyelmet a fogyasztói társadalomban betöltött szerepünk, elvonja a figyelmet a vágyaink folytonos hajszolása, és elvonja a figyelmet, a folyton minket érő ingerek sokasága. Erre a folyamatra hívja fel a figyelmünket a dél-koreai származású svájci filozófus Byung-Chul Han. A többnyire Németországban tevékenykedő filozófus arra hívja fel a figyelmünket, és írásai során arra reflektáltat minket, hogy a 21. században mik azok a kiváltó okok, amik miatt eltávolodtunk magától a gondolkodástól, és a filozófiai eszmefuttatásaival megpróbálja bennünk újra a gondolkodás iránti vágyat fel, Tenni. És úgy gondolom, hogy nagyon jól teszi. Hán már reagál a késő kapitalizmus által diktált végtelenül technicizált világunkra. Azzal egyrészt, hogy témájaként pontosan ezeket a problémákat veti fel, másrészt pedig formai amivel szintén igazodik a XXI. század végtelenül túlpörgetett világához. Ami annyit jelent, hogy nem végtelenül hosszú, elképesztően szakmai okfejtésekbe megy bele, hanem hétköznapi példákon, röviden, de mégis filozófiai megalapozottsággal fejti ki a gondolatmeneteit. Hegel és Heidegger végtelenül hosszú és dagályos okfejtéseit el lehet felejteni, Hán leszállítja ezt a közember szintjére. Nyilván ezáltal egyfajta egyszerűsítésen megy keresztül a gondolatmenet, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos műveletet hajt ezzel végre Hán, és ezzel beemeli a filozófiát a közérthető közügyeink közé. Talán azt lehet mondani, hogy byung Hán a Kiégés Társadalma című kötetével robbant be. Ebben a kötetben Hán a XXI. századi nyugati társadalmunkat úgy írja le, mint a megannyi pszichológiai zavarokkal terhelt közeg. A mai társadalmaink de depresszióval terheltek, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral, borderline szindrómával és kiégés szindrómával, vagyis burnout szindrómmal. Ez a kiégés társadalma egy nagyon rövid kis kötet, akár két délután alatt átrághatja magát rajta az ember, de mégis nagyon sok szellemi enni valót adhat az embernek. Ebből a kötetből hoztam pár idézetet, hogy aztán ezekre reflektáljak. Az első idézet kapcsán már mindjárt a történethez egy kis kontextust kell adni. Ugyanis Hán a 20. századi francia filozófusra Michel Foucaultra fog hivatkozni. Foucault volt ugyanis az a filozófus, aki a Felügyelet és Büntetés című 1975-ös munkájában felvázolta azt a felügyelet és büntetés alapú társadalmat, amit egy börtönhöz hasonlított. De mindjárt Hán Hán idézete kapcsán könnyebben érthető lesz az egész. Így idézi meg tehát Hán Fukónak a 20. századi gondolatmenetét, és vezeti át a 21. századba. Fukó szegényházakból, házakból, bolondokházából, börtönökből, kaszárnyákból és gyárakból álló fegyelmező társadalma már nem a ma Társadalma helyébe egy egészen más társadalom lépett, mely fitnessszalonokból, irodaházakból, bankokból, repülőterekből, bevásárlóközpontokból és genetikai laborokból áll. A XXI. század társadalma többi nem fegyelmező, hanem teljesítményelvű, és immár tagjai nem engedelmes, hanem teljesítő alanyok. Sajátjogú vállalkozások. Nagyon érdekes ennek kapcsán megnézni a 20. századi és a 21. századi munkahelyeket. Képzeljünk el egy 20. századi gyárat, ahova ugye reggel az ember bement, elvégezte a munkáját, délután leadta a munkáját, majd hazatért a saját életéhez. A 20. században ugye arról szólt az, az egész modell, hogy a munkavállaló az idejét és a szaktudását felajánlotta a munkaadónak, ezért cserébe pedig bért fizetést kapott. De ahhoz, hogy ez a munkavállaló a munkáltatónak megfelelően végezze a munkáját, egy fegyelmező közegre volt szükség, amit ellenőrzéssel és felügyelettel lehetett betartatni. A 21. században ez merőben megváltozott. Ma már nem engedelmeskedni, behódolni kell a munkaadónak, hanem megfelelő módon teljesíteni. De talán nem is ez a legördögibb formája az egésznek, amikor a munkavállaló a munkaadójának próbál teljesíteni, hanem amikor a főnök is kikerül a rendszerből, és a munkavállaló már saját magának próbál bizonyítani, és saját maga által állított, nagyon magas mércének próbál megfelelni, ami nyilván nem a saját maga által állított nagyon magas mérce, hanem a társadalom és a korszellem által állított mérce. Sok esetben a főnök és a beosztott státusz elmosódik, ugyanúgy, ahogy a munkaidő és a szabadidő is. Ezek a fogalmak sok esetben teljesen átjárhatóvá váltak. Hán úgy folytatja, hogy a fegyelmező társadalom a negativitás társadalma. A tilalmak negativitása határozza meg. Irányadó-tagadó modális igéje a nem szabadna. Ugyanígy a belső késztetéshez is bizonyos negativitást tapad, mégpedig a kellené. A teljesítményelvű társadalom lépésről lépésre megszabadul a negativitástól. Épp a fokozódó dereguláció törli el. A határtalan lehet a teljesítményelvű társadalom pozitív modális igéje. Kollektív többes száma a megerősítés, hogy mindezt megtehetjük, foglalja egybe a teljesítményelvű társadalom igenlő irányultságát. A tiltás, a parancs vagy a törvény helyébe a tervezet, a kezdeményezés és a motiváció lépnek. A fegyelmező társadalmat még a nem uralja, negativitása őrülteket és bűnözőket eredményez. A teljesítményelvű társadalom ezzel szemben depresszív és kudarcot valló embereket hoz létre. Gyermeknevelésnél is megfigyelhető, hogy alapvető különbség van a között, ha valaki úgy neveli a gyermekét, hogy folyton tiltásokkal bünteti, ha valami olyat csinál, amit nem szeretne a szülő, vagy lehetőségeket nyújt számára, hogy miket kellene csinálnia, miket álmodjában megtenni. Ugyanez a pozitív pszichológiai megközelítés lett átültetve a társadalmainkra munka szempontjából. A paternalista fegyelmező társadalom nem szabadna tiltása, helyébe lépett a kellene lehetősége, ezzel megteremtve nekünk a szabad döntés és a saját akarat illúzióját. A 20. századi munkahelyeken ben kellett lenni reggel 8-tól délután 4-ig, ez alatt dolgozni kellett, de amikor a 4 óra elkövetkezett, akkor az ember Kilépett a munkakörnyezetből és visszament a saját életébe. Manapság viszont nem helyhez és időhöz van kötve a munka, hanem bizonyos Célok eléréséhez. Végezd el ezt és ezt a munkát, és ha kész vagy vele, akkor megkapod a pénzed, és emellé még szabad is vagy. Te rugalmasan oszthatod be az idődet, ott végzed el ezt a munkát, ahol csak akarod, és ezáltal azt az érzetet kapod meg, hogy egyrészt te vagy saját magad főnöke, másrészt pedig, hogy szabadon dolgozhatsz. De valahogy ebben a célok és teljesítési kritériumok által szervezett munkatársadalomban nem azt látjuk, hogy az embereknek több idejük lenne a magánéletükre, több idejük lenne a hobbiaikra, több idejük lenne politikával, közélettel vagy kultúrával foglalkozni, több idejük lenne sportolni, hanem pontosan azt látjuk, hogy sokkal kevesebb idejük van, mint volt a 20. században. Miért? Azért, mert ezek a teljesítési kritériumok úgy vannak megszabva, hogy a végén ne te járjál jól, hanem nyilvánvalóan a munkaadó. És ezek a célok úgy vannak az ember elé kitűzve, ahogyan a szamár elé be van lógatva a répa. Soha nem tudja elérni, és örökké küzdenie kell érte, hogy elérhesse. Mégis a szamár azt érezheti, hogy csak egyetlen lépésre van a répa elfogyasztásához. Napjaink munkavállaló is azt érezhetik, hogy a folyamatos célok elérése nem egy rajtuk kívülálló cég tőkegyarapodását segítik elő, hanem őket segíti elő ahhoz, hogy a saját maguk által kitűzött karrier ranglétren folyamatosan lépkedhessenek fölfelé. De ezt tudjuk, hogy nem igaz. Itt van egy következő idézet Hántól, amivel kicsit evolváljuk ezt a gondolatmenetet. Az az embertípus, amelyik aránytalanul nagy mértékben van a pozitivitásnak kiszolgáltatva, semmilyen önállósággal nem rendelkezik. A depresszív ember az az Animal Laborance, aki saját magát zsákmányolja ki, és teszi mindezt önként, külső kényszer nélkül. Egyszerre ragadozó és áldozat. A depresszió ugyanakkor egyetlen immunológiai sémába sem illeszkedik abban a pillanatban törelő, amikor a teljesítő alany már nem képes, képesnek lenni. A depresszió mindenek előtt az alkotó és a tett erő kifáradása. A depresszív egyén panasza, semmi sem lehetséges, csak egy olyan társadalomban fordulhat elő, amely azt hiszi, hogy semmi sem lehetetlen. Aki többé nem képes, képesnek lenni, az destruktív önvádba és pusztításba merül. A teljesítő alany hirtelen önmagával hadakozik. A depresszív ember végül saját belső harca sérüléseibe rokkan bele. A depresszió annak a társadalomnak a betegsége, amely a túltengő pozitivitástól szenved. Az önmaga ellen háborút viselő emberiséget tükrözi vissza. Most már látjuk, hogy miért Fukótól kezdte az egész érvelését. Han azt állítja, hogy a munkavégzés során mindenképpen valaki valakit ki fog zsákmányolni. És a kezdeti 20. századi modell, melyben a munkaadó zsákmányolta ki a munkavállalót, egy sokkal szofisztikáltabb, evolválódott formájában úgy módosult, hogy ez egyetlen egyénen belőre került. Most már a munkavállaló az, aki kizsákmányolja saját magát. Ő a ragadozó és az elejtett zsákmány egybe. És maga a kizsákmányolás köre is. És ennek az önkizsákmányolásnak lesz az eredménye a depresszió és a kiégés. Az író ebben a könyvében azt állítja, ami egy nagyon érdekes gondolat, hogy a mai társadalmunkban a pozitivitás és a semmi sem lehetetlen hazug motivációja a fő irányadó elv, ami sokkal kiszolgáltatottabbá tesz minket a depresszióval szemben. Azt mondja, hogy a depresszív egyén panasza a semmi sem lehetséges, csak egy olyan társadalomban jöhet létre, ahol az irányadó elv a semmi sem lehetetlen. Vagyis ha a társadalmunk a végtelen pozitivitás irányába megy, akkor elkerülhetetlen, hogy a társadalmaink azon egyénei, akik nem tudják a pozitivitás által diktált tempót tartani, vagy ennek a hazugságát fenntartani, azok átcsapnak a negativitásba. Ez az egész logika már megfigyelhető az amerikai álomban is, és annak az inherens hazugságában is. Az, hogy Bill Gates a saját ötletének és a saját tehetségének köszönhetően megépítette a világ egyik legnagyobb technológiai cégét, az az amerikai álom szerint mindenkinek lehetőségében áll. Ez a pozitív üzenet. De nézzük meg, hogy hányan kezdték el hajszolni ezt a pozitív üzenetet, és hányaknak sikerült elérni ezt az előttük, lebegő amerikai álmot. És hányan maradtak le a versenyben, és hányak fejében foszlott szét ez az amerikai álom illúzió. Még az előző gondolat menetét konkludálva Hán úgy folytatja, hogy a túlzásba vitt munka és teljesítmény az önkizsákmányolásban csúcsosodik ki. Hatékonyabb, mint a mások általi kizsákmányolás, hisz párban jár a szabadság érzetével. A kizsákmányoló egyén maga a kizsákmányolt is. A ragadozó és az áldozat immár nem választható külön. Ez az önmagamtól függés egy paradoxon szabadságot hoz létre, ami a benne rejlő, kényszer struktúrák miatt erőszakba csapált. A teljesítmény elvű társadalom lelki betegségei éppen ennek a paradoxon szabadságnak a patologikus megjelenési formái. Igen, ezeket a gondolatokat már én is előrevetítettem a korábbiakban, és fontos megjegyezni mindazt, amire itt hán gondolatmenete kifut. Vagyis, hogy alapvetően a kiégés társadalma nem valós szabadságot ad nekünk, hanem a szabadság illúzióját. Ugye a szabadság csak is akkor létezhet, ha a függőségeinket fel tudjuk oldani ha a függőségeinktől meg tudunk szabadulni. Attól, hogy a külső függést belsővé tesszük, azzal az még egy ugyanolyan függés lesz, ha nem súlyosabb. A 20. századi fegyelmező társadalmakban legalább egyértelmű volt ez a konstelláció. A munkavállalója a munka adójával szemben egy függő viszonyban van. Ma viszont elhitették velünk a szabadság illúzióját, amivel sokkal kevésbé átlátható és sokkal kevésbé érthető ez az egész reláció. A fegyelmező társadalom gondolatának kitárgyalása mellett nagyon fontos gondolatmenet volt számomra, ahogy Hán az unalmat tárgyalja. Az unalom számomra egy nagyon fontos fogalom, és érdekes megfigyelni, hogy a társadalmunk hogyan viszonyul ehhez a fogalomhoz. Azt vettem észre, hogy az unalom a lehető legkevésbé kívánatos állapot, és mindenki pokoli módon próbálja elkerülni. Pedig az unalom szerintem egy kifejezetten kívánatos állapot. Az unalom lehetőséget teremt arra, hogy gondolkodjunk. Az unalom beindítja az embernek a kreativitását. Az unalom lehetőséget és időt ad arra, hogy kilépjünk a mai társadalmunk folyamatos inger válasz mátrixából. A mélyre ható unalom című fejezetben Hán így ír az unalomról és a multitaskingról. A multitasking nem egy olyan képesség, amivel csak a késő modern, munkaelvű és információs társadalom embere rendelkezne. Sokkal inkább visszalépésről van szó, a multitasking ugyanis a vadon élő állatok hétköznapi kelléke. Olyan figyelmi technika, mely elengedhetetlen a vadonban való túléléshez. Az az állat, amely éppen táplálkozik, ezzel egyidejűleg számos más feladattal is kénytelen megbirkózni. Például távol kell tartania az ellenséges ragadozókat a zsákmányától. Táplálkozás közben folyamatosan ügyelnie kell, nehogy saját maga is táplálékká váljon. Mindemellett örködnie kell utódai fölött, és szemmel kell tartania a párját. Egy vadon élő állat rá van szorítva arra, hogy figyelmét számos eltérő tevékenység között ossza meg. Így nem képes elmélyülten szemlélődni, sem táplálkozás, sem párzás közben. Az állat képtelen elmerülni a közvetlen környezetében, mivel egyidejüleg annak hátterét is fel kell dolgoznia. És nem csak a multitasking, hanem mondjuk, a számítógépes játékok szintén olyan széles sávú, de lapos figyelmet hoznak létre, ami nagyban hasonlít egy vadállat éberségéhez. A multitasking úgy gondolom, hogy valahol az unalom iránti félelem miatt jött létre. Az unalom ugye azt jelenti, hogy éppen semmivel nem foglalatoskodunk. De manapság az embereknek már az is unalmas, ha csak egyetlen dologgal foglalkoznak. Ezért a figyelmét folyamatosan meg kell osztani egyszerre több dolog között. Nem, hogy unatkozni felejtettek el az emberek, hanem egyetlen dologban elmerülni is. Manapság már unalmas leülni egy könyvet olvasni önmagában. Manapság unalmas meghallgatni egy beszélgetést. És manapság unalmas meghallgatni egy teljes zenei albumot. Manapság már unalmas önmagában főzni. Ezért találta ki az ember azt, hogy ezeket az egyébként különálló tevékenységeket egybe kapcsolja. Lehet főzés közben zenét hallgatni, lehet főzés közben olvasni, lehet olvasás közben zenét hallgatni, lehet egy beszélgetés hallgatása közben főzni, lehet egy interjú hallgatása közben zenét hallgatni, és így tovább, és így tovább. Ezeknek végtelen számú permutációja van. A lényeg csak is az, hogy ne unatkozzunk. A lényeg az, hogy csináljunk valamit, és ne kerüljünk bele az unalom pokoli magányába. És ha már csinálunk valamit, akkor lehetőleg már több dolgot csináljunk egyszerre, mert úgy nehezebben tudunk kiesni a tevékenység köréből, belekerülve az unalom poklába. Ezt a gondolatmenetet Hán úgy fűzi tovább, hogy az emberiség kulturális teljesítményeit, így a filozófiát, az elmélyedő, szemlélődő figyelemnek köszönhetjük. A kultúra olyan környezetet feltételez, melyben megadatik, hogy elmélyülten tudjunk valamire figyelni. Ezt a mélyreható figyelmet mind gyakrabban egy egészen másfajta figyelem szorítja ki, mégpedig a hiperfigyelem. Ezt a szétszórt figyelmet a különféle feladatok, információforrások és folyamatok közti gyors váltások jellemzik. És mivel csak igen kis mértékben tűri az unalmat, nem engedélyezi azt a mélyebb unalmat, ami pedig fontos lenne a kreatív folyamatokhoz. Walter Benjamin ezt a mély unalmat a következőképpen jellemzi. Ez az az álommadár, amely a tapasztalat tojását kikölti. Ha az alvás, a testi felüdülés csúcspontja, úgy a szellemi feloldódásé az unalom. A folytonos fejetlenség nem vezet sehová, csak újra termeli és felgyorsítja a már meglévőt. Benjamin azt fájlalja, hogy az álommadárnak ezek a nyugalmi időfészkei a modern világból eltűnőben vannak. Már nem szőnek és fonnak. Az unalom olyan meleg, szürke kendő, ami belülről a legparázslóbb, legszínesebb sejembéléssel vartak ki és amibe beburkolózunk, amikor álmodunk. A bélés arabeszkjeiben vagyunk otthon. A nyugalom eltűnésével elvész az odafigyelés képessége, és eltűnik a meghallgatók közönsége. Aktív társadalmunk ennek pont az ellentétje. Az odafigyelés képessége azon az elmélyült, szemlélődő figyelmen alapul, amihez a hiperaktív egónak nincs hozzáférése. Nagyon tudok azonosulni Hán ezen gondolatával, és azt gondolom, hogy a világból, ahogyan tűnik el az unalom, úgy tűnik el ezzel egy időben az odafigyelés is. Azt gondolom, hogy aki megtanult unatkozni, az megtanult figyelni. Megtanult figyelni a belső gondolataira és a körülötte lévő világra. Aki viszont külső ingerekből, unalom nélkül, megszakítás nélkül folyamatosan információkat és impulzusokat kap, az abban érdekelt, hogy ezeket a bejövő impulzusokat minél előbb kifelé tovább közvetítse. Tehát azt látom, hogy az emberi beszélgetéseink is átalakultak ezáltal. Nem akció és reakció a beszélgetés, nem állítások és reflexiók, hanem folyamatos, összenem függő állítások sorozata. A beszélgetés egyik résztvevője állít át, Erről a beszélgetés másik résztvevőjének eszébe jut a B, ez gyorsan közli, mire a beszélgetés harmadik figurája felveti a C gondolatmenetet, stb. stb. és folyamatosan csak pattognak ezek a gondolatok, de nincs se önreflexió, se reflexió a másikra. Nincsenek már kérdések a mélyebb megértés reményében, nincsen önreflexió, nincs önvizsgálat, csak folyamatosan egymással párhuzamos állítások sorozata. Folytatva gondolatmenetét, Hán egy nagyon szép példával illusztrálja ezt. Aki járás közben unatkozni kezd, és nem képes azt elviselni, nyugtalanul izeg, mozog, bármi módon próbálja elfoglalni magát. Aki viszont jobban viseli az unalmat, kis idő múltán felismeri, hogy a gyaloglás önmagában az, ami untatja. Így arra kényszerül, hogy a menet egy teljesen eltérő formája után nézzen. A kocogás vagy a futás csak módosított járás, fel lett gyorsítva. A tánc vagy a siklás ugyanakkor valóban új mozgásforma. Csak az ember tud táncolni. Valószínűleg járás közben annyira unatkozott, hogy unalmában a simáról átváltott tánclépésekre. A célegyenes haladáshoz képest a tánc a maga tekervényes mozdulataival egy luxus, ami teljes mértékben kivonja magát a teljesítmény elv alól. Úgy gondolom, hogy ebbe a pár sorába kifejezett metafora nagyon szépen párhuzamba állítható a 21. századi teljesítmény alapú társadalmunkkal. Az emberiség és a benne élő egyének elkezdtek unatkozni a sétától. A séta már untatta őket, ezért elkezdtek kocogni és futni. Viszont a kocogás és a futás egyre fárasztóbb lett. A kocogás ugye szimbolikusan értelmezve maga a pozitivitásba vetett hitünk, a futás pedig a teljesítményelvű társadalmunk által megkövetelt, korszerű és követendő mozgásforma. Korszellemünk szerint, aki sétál, az ugye lemarad. Viszont önmagában a lemaradás nem feltétlenül ilyen rossz dolog, attól függ, hogy mihez képest marad le. Ha ettől a pozitivitás dogmától átítatott teljesítményelvű amerikai álomtól való lemaradás jelent ez, akkor úgy gondolom igenis jó dolog lemaradni. Ha pedig valaki továbbra is unatkozik a sétáltól, de már észrevette, hogy a kocogás és a futás miféle negatív következményekkel járhat, még mindig megtanulhat táncolni. Úgy gondolom, ha ezt a mai késő kapitalista társadalmunkat vesszük, akkor a motivációs trénerek által felkorbácsolt, pozitivitás mítosz és a céges siker propaganda hajszolása mellett csak is a séta és a tánc az elfogadható mozgásforma. Ha valaki a kocogás mellett rájött, hogy soha nem érheti el az elélógatott répát, akkor még mindig lelassíthat a sétára. Ha valaki pedig belefáradt a célok utáni futásba, az még mindig áttransformálhatja a mozgását táncá. Ehhez csak egyfajta ritmusérzékre van szükség. A kapitalista létforgatakból való elvágyódás úgy gondolom, hogy egy nagyon is kívánatos tevékenység lenne. Ezt lassítással, szemlélődéssel, az unalomhoz való hozzászoktatással is el lehet érni, és el lehet érni, Életmód és gondolkodás változtatással is. Úgy gondolom, hogy a kocogásból előbb utóbb akarva akaratlanul is futás lesz. A futásba pedig nagyon hamar beledögölhet az ember. És ami még rosszabb, maga az emberiség is. sorry, seriously. can I give you some fucking juice or Love some fucking Ha pedig valaki továbbra is unatkozik a sétától, de már észrevette, hogy a kocogás és a futás miféle negatív következményekkel járhat, még mindig megtanulhat táncolni.